Bonyhádon már több mint egy évtizede működik az Életfa program. A nagy népszerűségnek köszönhetően az önkormányzat már elkülönített költségvetéssel rendelkezik az akció finanszírozására. Idén a Kolónia Alapítvány segítségével a város önkormányzata egy környezetszépítő program keretében belül vásárolta meg a fákat, és így idén most 53 darab életfát sikerült elültetnünk. A program önkéntes alapon működik, és a célja a felnövő generációk szülőhelyhez való kötődésének szeretet. Megerősítése, továbbá az erdő, illetve a fa és a természeti környezet védelmének tudatosítása. Az önkormányzat megkeresi a Bonyhádon született és Bonyhádon élő kisgyermekek szüleit, és felajánlja a lehetőségét annak, hogy életfát ültessünk a csemetének, és a szülők jelentkezhetnek a programra. Ezt augusztus végéig kellett megtenniük a szülőknek, és most sikerült elültetnünk a fákat idén. A helyszíneket az alapján választjuk ki, egyrészt, hogy a szülők hova szeretnék a fát, hol van a lakóhely, értelemszerűen akik családi házba laknak és adott a lehetőség, ott a ház elé ültetjük a fát. Ahol ez nem megoldható, vagy társasházba laknak, akkor egy kivágott fát próbálunk pótolni, mint ahogy azt most tettük itt a percelkertbe is. Itt egy régi fűzfát kellett kivágnunk, mert balesetveszélyes volt, és három másik facsemetét ültettünk annak az egy fának a helyére. És nyilván itt a percelkertben most olyan szülők kaptak, illetve a gyerekek kaptak facsemetét, akik itt laknak a környéken, ugyanis a fát a Bonikom Kft. Elültette, ezzel segítve a szülők munkáját most ebben a hideg és esős időben. A jövőben pedig a szülők és a gyerekek feladata lesz, hogy gondozzák a facsemetéket. Azt, hogy milyen növényt ültetnek, mindig az adott környezetnek megfelelően választják ki. Ezúttal Vérszilva került a percelkertbe. Ez már a második alkalom, hogy részt veszünk ezen a programon, hiszen a kisfiunk 6 évvel ezelőtt kapta meg a fáját, és most a kislányunknak is úgy gondoltuk, hogy legyen fája. Itt kapott helyet, hiszen itt élünk is, úgyhogy itt kaptuk meg a helyet a fának. A kisfiunké nem a percelkertben van, ő máshol, de őt is, azt is gondozzuk, tényleg nagyon szépen cseperedik, reméljük, hogy ez a fa is jó nagy lesz. Szerintem jó kezdeményezés, abszolút. Így összetartja a családokat is, én úgy gondolom, és fontos, hogy megismerjék a gyermekek a természetet és a fákat is ezáltal.